Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Az elmúlt hónapokban kialakult húzavona az Európai Unió és a magyar kormány között az valójában két hiteltelen politikai szereplő harca, aminek a vesztesei, és ez a legnagyobb probléma, a magyar emberek. Hallottuk itt a baloldali képviselőktől, hogy nekik az fontos szempont, hogy majd megharagszanak ránk a finnek, vagy a svédek, vagy a hollandok, meg a németek, sőt, még majd az Európai Néppárt képviselői is, de arról valami keveset hallottunk, hogy egyébként a magyar embereket hogyan érintik ezek a csatározások. Miért mondom azt az Európai Unióra, hogy hiteltelen politikai szereplő? Nagyon tisztán emlékszem arra, amikor Morvai Krisztina az Európai Parlamentben az Európai Bizottság akkori elnökét, Barrosót számon kérte a 2006-os őszi események miatt, amelyek Magyarországon történtek, és az Európai Bizottság akkori elnöke nem szégyelte azt mondani az Európai Parlament plenáris ülésén, hogy ezzel az Európai Unió egyik testülete sem foglalkozik, mert ez Magyarország belügye. Nagyon érdekes tehát, hogy amikor baloldali kormány van, és tömeges jogsértés történik az állam erőszak szervezete által, akkor az valahogy az ország belügye, de hogyha nem baloldali a kormány, akkor mindent vizsgálni szeretne az Európai Unió. Két narratíva hangzott el arra vonatkozóan, hogy miről is szól ez az egész politikai küzdelem. Az egyik szerint az Európai Unió a megmentője a magyar emberek pénzének, és ellenőrzi a korrupciót, és valóban annyira őszintén aggódik az Európai Unió azért, hogy Magyarországon ezek a pénzek tényleg a magyar emberekhez jussanak el, és ne a fideszes oligarchák zsebébe, vagy esetleg óriás multicégek zsebébe kerüljenek bele. Úgy gondolom, hogy naivitás azt gondolni, hogy az Európai Unió bármelyik vezetőjét is érdeklik a magyar emberek. Naivitás azt gondolni, hogy ezt a képmutató brüsszelita bürokráciát érdekli, hogy hogyan élnek a magyar emberek, hogy milyen gazdasági nehézségeik vannak, és hogy ténylegesen hozzájuk jut-e el ez a forrás. Valójában politikai támadás zajlik Magyarország ellen, nem a kormány ellen, hanem például olyan ügyek miatt, mint amelyet a migráció ügyében képviselt Magyarország, tehát nem illeszkedett bele abba a baloldali alternatívába, baloldali narratívába, amelyet például a németek is a Willkommens kultúr meghirdetésével képviseltek, elveszejtve ezzel a saját nemzeti jellegüket egyébként. Most a labdarúgó világbajnokság kapcsán is ez aktuális, hogyha ránézünk az európai válogatottakra, akkor ezek egészen másképpen néztek ki mondjuk 30 évvel ezelőtt. Mi a probléma a magyar kormánynak az álláspontjával? Egyrészt ugye arról szól ez az előterjesztés is, amelyet egyébként a Mi Hazánk mozgalom támogat, hiszen a szabadságharcot azt tudjuk támogatni, a fegyverletételt már kevésbé. Önök azt írják, hogy a politikai nyomásgyakorlást elutasítják, amely Magyarország ellen irányul. Ez helyes, csak önök mindezt csak addig teszik, ameddig ez nem kerül pénzbe adott esetben. És igen, jogos elvárás, hogy ezek a pénzek, amelyekkel most az Európai Unió zsarolja Magyarországot, ezek érkezzenek meg bármiféle politikai nézetkülönbség ellenére is. Ugyanakkor önök büszkén hirdetik azt, hogy Brüsszelben a bizottsággal folytatott tárgyalások során tolba mondtak önöknek magyar törvényeket, 17 ilyen előterjesztést már a ház elé terjesztettek, és ezeket, amelyeket az Európai Bizottság kért, a magyar szuverenitásnak egyébként a sértésével, önök vígan beterjesztették. Hát legyenek következetesek. Vagy van szabadságharc, és akkor sem az Európai Bizottság, sem a német, sem a holland parlament nyomásgyakorlását nem tűrjük, vagy nincs szabadságharc, és akkor besimulunk, és az Európai Bizottság által tolba mondott törvényeket elfogadjuk. Önök ezt tették. De nem kerülhető meg az sem, hogy beszéljünk a pénzről. És itt szintén úgy gondolom, hogy alapvető tévedésben van a magyarországi baloldal. Kihez jut ez a pénz az elmúlt időszak tapasztalatai alapján? Egyrészt nagyon nagy mértékben jut fideszes oligarchákhoz,
másrészt nagyon nagy mértékben jut multinacionális óriás cégekhez. Éppen az egyik azonnali kérdésemre válaszul ismerte el Orbán Viktor, hogy az Európai Unióból Magyarországra érkezett multinacionális cégek évente több profitot visznek ki Magyarországról, mint amennyi hozzánk Európai Uniós támogatásként, és itt a támogatást azt nagyon idézőjelbe kell tenni, érkezik. Tehát ezeknek az óriás multicégeknek jobban megéri az, hogy Magyarországra megérkezzenek ezek a pénzek, mint egyébként maguknak a magyar embereknek. De az szintén fel sem vetődött senkiben a Mi Hazánk mozgalmon kívül, hogyha nem fizeti ki az Európai Unió a nekünk jogosan járó forrásokat, akkor ne fizessük be mi sem azt az évi 610 milliárd forintot, amivel a magyar költségvetés hozzájárul az Európai Unió fenntartásához, kasszájához. Hát legalább ezeket a forrásokat akkor tartsuk itthon. Ha az Európai Unió mondhatja azt, hogy különböző okok miatt nem fizeti ki a nekünk jogosan járó pénzeket, akkor mi is mondhatjuk azt, hogy rendben, mi sem szeretnénk akkor az Európai Unióra költeni ezeket a forrásokat, jobb helye lesz annak a magyar embereknél. Tehát a következetességet rendkívüli mértékben hiányoljuk a kormány politikájából, és hosszú távon az Európai Uniónak ez a fajta politikája és az az irány, amerre az Európai Unió tart, mind a politikai értelemben, mind a szuverenitásunk megsértésének az értelmében, ez Magyarország számára nem támogatható. Meg kellene teremtenünk mind gazdasági, mind politikai, mind energetikai értelemben azt, hogy az önrendelkezés irányába mozduljunk el, és minél kevésbé függjünk akár ettől a 3000 milliárd forinttól, akár az orosz energiától, bármi mástól, ami nem a saját szuverenitásunk hatáskörébe tartozó kérdés. Mert ez az, amit elmulasztottak az Európai Unióval szemben is az elmúlt 12 évben, hogy egy magyar nemzetgazdaságot építsenek fel, és hogyha ezt megtették volna, akkor most nem fájna ennyire, hogy vissza akarják tartani ezeket a forrásokat. Mondom ezt azzal együtt, hogy természetesen elfogadhatatlannak tartom azt, amit az Európai Unió művel Magyarországgal szemben. A konkrét határozati javaslattal kapcsolatban azt a fő kérdést kell feltenni, hogy közelebb visz-e minket ahhoz, hogy a magyar emberek érdekeit érvényesíteni tudjuk. Erre a válasz a Mi Hazánk részéről egyértelműen igen, ezért tudjuk támogatni annak elfogadását. Köszönöm a figyelmet!